Köszönöm szépen, professzor úr, és köszönöm szépen a meghívást. Tisztelt professzorasszonyok, professzor urak, nekem is nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és az életutammal nagyon nem untatnék senkit, hiszen akár évszámokat is megismételnék abból, amit Zsuzsa elmondott előttem. Pusztán azzal egészíteném ki ezt a, mondjuk azt, hogy oktatási, vagy pedig tudományos pályafutást, hogy én eredetileg zenésznek születtem, és magamat is zenésznek terveztem, és amikor 1997-ben az érettségihez közeledve a pályaválasztásnak a küszöbén álltam, akkor nekem eltökélt szándékom volt, hogy a mostani Debreceni Egyetem zeneművészeti karán fogom folytatni a tanulmányaimat, amivel rengeteg álmatlan éjszakát okoztam egyébként a szüleimnek, akik folyamatosan ilyen rettegő arccal nézték az én garázdálkodásomat a zongora körül, és végül kötöttem egy dílt velük. Ez a díl pedig úgy nézett ki, hogy egy polgári szakmát kezdek el tanulni, és ha az egyetem első éve után még mindig úgy érzem, hogy én elhivatott, ingyen élő, illetve éhen halásra ítéltetett zenész szeretnék lenni, ahogy általában ők apostrofálták ezt a szakmát, akkor természetesen támogatnak abban, hogy zongoristává váljak. Hát ez a mai nap mutatja, hogy végül a dílt én elvesztettem, és jogász lettem, annyira berántottak a római jogi előadások, amelyek teljesen meglepő módon mindenki által egy ilyen nem szeretem mumusként jelennek meg az 5 éves jogászképzésben, és ugye mindenki azt mondja, hogy ennek semmi értelme nincsen, hiszen a tételes joghoz valami keveset ad hozzá egy több mint 2000 éve halott jogrendszernek az ismerete. Ezt nyilván több ponton lehetne cáfolni, de a saját életemből mindig azt szoktam mondani, hogy az én szemszögemből óriási jelentősége volt a római jognak, és tulajdonképpen átvezetett engem oda, hogy polgári jogász lettem, és magamat a mai napig polgári jogásznak vallom, és ha már Zsuzsa itt mindenkit szankciókkal fenyegetett, akkor én is egy másik ilyen nagyon súlyos terminológiával készültem ma, ez pedig a 2003 óta engem meghatározó kutatási témám, a polgári jogi felelősség, viszont én szeretnék eloszlatni minden olyan kételyt, vagy inkább ellenbizonyítanám azt az alaptételt, miszerint ugye a jogászok folyamatosan árgus szemekkel keresik a jogsértőket, lecsapnak rájuk, és mindennek valamiféle ilyen represszív célzata van. Most mindegy, hogy embereket bezárunk, ugye egy büntetőjogban, szabadságvesztés formájában, vagy egy polgári jogban, vagy esetleg a közigazgatási jogban egyéb szankciókkal sújtjuk. Én azt szeretném bizonyítani, és egyelőre erre tettem fel a kutatásaimat, hogy ez már nagyon régen nincsen így, és tulajdonképpen a saját jogágamban, a polgári jogon belül egyértelműen a felelősség hanyatlásának vagyunk szemtanúi, különösen ebben az elmúlt 2 évtizedben, hiszen már teljesen más motivációk azok, amelyek mozgatják akár a jogalkotót, akár a jogalkalmazókat, és hát végső soron ezek mind visszahatnak ránk is. Engedjék meg nekem, hogy mielőtt belekezdenék abba, ami ilyen nagyon félelmetesnek fog tűnni itt néhány terminológiával, mindenkit megkérjek arra, amire egyébként én mindenkit meg szoktam kérni, aki beül egy polgári jog előadásra, hogyha egyébként az életben nem hisznek két alaptételben, legalább most erre a 20 percre higgyék el nekem, hogy a pénz boldogít, és pénzen mindent a világon meg lehet vásárolni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert egy hithű polgári jogász csak innen tud elindulni, és tulajdonképpen mivel egyetlen egy szankciót ismerünk tulajdonképpen, ez pedig, hogy a pénztárcájánál fogunk meg mindenkit, és majd bizonyítom, hogy ezt sem represszív célzattal tesszük, sokkal inkább egy ilyen reparatív kompenzációs céllal, ezért itt senkinek nem kell a személyes szabadságát féltenie, pusztán a pénztárcáját. Miről is van szó akkor, amikor itt a polgári jogi felelősség változásairól beszélünk? Ugye, tudjuk azt, hogy a 21. század egy drámai változást hozott mind társadalmi, mind gazdasági téren, és itt most nyugodtan el lehet felejteni a koronavírusos időket is akár, vagy mondjuk azt, hogy ez is beleilleszkedik ebbe a drámai változásba. Egy olyan felgyorsult IT forradalommal állunk szemben, és igazából ezt kiterjeszthetjük a technika vagy a technológia minden területére, hogy egyszerűen tagadhatatlan, hogy a polgári jogi felelősségre folyamatosan naponta hatást gyakorolnak azok a teljesen új technológiák, azok a technikai megoldások, amelyekkel a nem jogászok egyébként, akik hasznos tevékenységet végeznek, ők bombázzák a társadalmat.
Nagyon érdekes az, hogy ahogy Zsuzsa említette, a polgári jog alapvetően kodifikált. Magyarul írásba foglalt, és ugye van nekünk egy polgári törvénykönyvünk, ember legyen a talpán, aki végigveszi magát ezen a durván 15 ezer normán, amit tartalmaz ez a törvénykönyv. Viszont azt nem szabad elvitatnunk a jogalkotótól, hogy egész egyszerűen nem létezik olyan polgári jog, amely írásba foglalható, és ami tulajdonképpen bármilyen élethelyzetre felkészíti a társadalmat. Így az általam említett durván 15 ezer norma a polgári törvénykönyvben, aminek egy jelentős része csattanóval, tehát valamiféle szankcióval végződik, hogyha valaki nem úgy jár el, mint ahogy ugye ezt megálmodta a jogalkotó, ezek azért javarészt generálklauzulák és olyan szabályok, amelyeket a jogalkotó nagyon sok esetben már mondjuk 200 évvel ezelőtt is pontosan ugyanilyen megfogalmazásban, vagy ugyanilyen tartalommal töltött meg, és ezeket kell nekünk alkalmaznunk ebben az elképesztően felgyorsult 21. században. Látható az, hogy a 20. század egyértelműen egy szankciós megközelítést alkalmazott. Valaki ugye vétett a fennálló társadalmi rend, és akkor mondjuk a polgári jog normái ellen mondjuk kárt okozott egy másik személynek, vagy pedig a személyiségi jogait sértette, emberi méltóságát, egészségét, testi épségét, mondjuk a magántitokhoz fűződő jogát, képmását, hangfelvételét gyalázta meg, akkor az volt az elsődleges célunk, hogy azonosítsuk a jogsértőt, és ugye a jogsértő által fizetendő kártérítés vagy sérelemdíj, teljesen mindegy milyen elnevezésű pénzösszeggel, gyakorlatilag újra teljessé tegyük a sérelmet szenvedett felet, ahogy mondtam, a pénz boldogít, pénzen ő vehet magának egy másik jó hírnevet, visszaragaszthatja a karját, ugye kevésbé durva példákkal ő megvásárolhatja azt az autót, amit rommá tört a károkozó, és ezzel el is felejtettük, egyfajta ilyen társadalmi konfliktus feloldást ebből a szemszögből képzelünk el. Azonban ez a 21. században drámaian megváltozott, azt is mondhatom, hogy egy igazi paradigmaváltás történt, annak ellenére, hogy a jogszabályi környezet vajmi keveset mozdult el a polgári jogi felelősség körében, hiszen sokkal inkább arról van szó egy ilyen emberközpontúbb és alanyi jogközpontú megközelítésről, ahol sokkal fontosabb az, hogy nekem milyen jogaim vannak, mely jogokat kell a társadalom tagjainak tiszteletben tartania, és gyakorlatilag a polgári jogi felelősség inkább damoklészi kardként lebeg mindenkinek a feje fölött, és a bíróságok és más jogalkalmazók tulajdonképpen azzal az attitűddel állnak hozzá a polgári jogi felelősségi szabályokhoz, hogy azok inkább egy preventív, visszatartó erőt képviseljenek, és egyfajta társadalmi morált vagy magatartást formáljanak. Ez egyébként nagyon-nagyon sok területen látható, és azt kell, hogy mondjuk, hogyha a bírói gyakorlatot áttekintjük, és itt nem csak Magyarországról beszélek, tulajdonképpen az Európai Unió bármely tagállamáról, de valószínűleg a világ bármely jogrendszerénél megtaláljuk ezeket az elemeket, hol hangsúlyosabban, hol kevésbé hangsúlyos módon. Azt láthatjuk, hogy a bíróságok egy valódi jogfejlesztő szerepkörbe léptek át, ahol ezeknél a generálklauzuláknál, amelyeket adott esetben évtizedek vagy évszázadok óta alkalmaznak, egész egyszerűen felismerték, hogy az attitűd formáló szerepkörükkel ők vissza tudnak hatni a társadalomra. Egy nagyon egyszerű példa mondjuk a drónoknak a kérdése, ami azért most már ilyen futótűzszerűen az Európai Unión végig söpörbe valamiféle jogalkotási hullámot elindított, mondjuk elsősorban a közigazgatási jog területén, hogy hogyan lehet ezeket reptetni, kell-e engedélyeztetni, van-e regisztráció, a gyártással kapcsolatban milyen előírásoknak kell eleget tenni. Viszont a mai napig igaz az, hogy a jogalkotó jellemzően nem reagál arra a teljesen hétköznapi problémára, hogy nekem, mint embernek milyen veszélyeket jelentenek azok a drónok, amiket már nem csak militáris célból lehet ugye megvásárolni bizonyos szervezeteknek, hanem bárki 50 ezer forintért ugye a boltban egy fogyasztói szerződés keretében ezekhez hozzájuthat. És utána ugye még én napozok az saját szentélyemnek gondolt kertemben, vajon milyen 4K-s felvételeket készít 30 decibeles hanggal vagy zajhatással, úgyhogy adott esetben 100 méterre repül a fejem felett, amit én nyilván nem tudok kiszúrni. A jogalkotónak nem tudtuk meg az attitűdjét, hogy ő hogyan gondolkozik a magánszemély privát szférájáról, például az új technológiák
által okozott veszélyekkel kapcsolatban, a bíróságok viszont egyre markánsabban foglalnak ebben állást, és azt látjuk, hogy ahogy megjelenik valamilyen új technológia, és felszínre kerül a társadalomban az, hogy ez milyen érdekeket sérthet, szándékosan nem jogot mondtam egyébként, hanem érdekeket, erre vissza fogok majd mindjárt térni, akkor ők először abban döntenek, hogy ezek az érdekek bevonhatók-e a védelem körébe, a jogi védelemnek a körébe, és utána eldöntik, hogy az a tevékenység, mint most az én példámban a drónröptetés vagy a drónhasználat, az tulajdonképpen milyen felelősséget kell, hogy keletkeztessen, és azokon az egyedi eseteken keresztül tulajdonképpen visszahatnak a társadalomra, és azt, ami hiányzik jogalkotói oldalról, hogy a jogalkotó egyértelműen állást foglalna a privát szféra és az új technológiák kérdésében, gyakorlatilag ezekből a bírósági határozatokból fogjuk megismerni, és hosszabb vagy rövidebb idő alatt, de valószínűleg a társadalom nagy része ezt elsajátítja, és egyfajta morálként vagy attitűdként fogja kezelni. Ez egy nagyon-nagyon fontos paradigmaváltás, hogy ez a preventív szemlélet eltávolította a polgári jogi felelősséget attól, hogy egy szimpla konfliktus feloldás legyen a felek között, hiszen a polgári jognak az a sajátja, hogy itt nem az állam büntető hatalmát gyakorolja, nem közigazgatási előírásoknak kell megfelelnie az állampolgárnak, aki mondjuk vét ezek ellen, hanem ezek belső társadalmi konfliktusok, amelyek tulajdonképpen relativizálódnak két ember, két jogi személy, tehát mondjuk két szervezet vagy ember és szervezet viszonyában, és mi klasszikusan arra gondolunk, hogy amikor egy polgári jogi jogvita felüti a fejét, akkor a bíróságnak vagy a jogalkalmazónak az a feladata, hogy a két személynek a jogvitájában rendet tegyen, de ez tulajdonképpen egy ilyen izolált jogvita, ami nem fog kihatni a társadalom többi tagjára. Ez véleményem szerint nincsen így, nagyon régóta nincsen így, és ahogy említettem, a bíróságok különösen itt az Európai Unió tagállamaiban egyre inkább beleszoknak ebbe a sajátos jogfejlesztő szerepkörbe. Ami egy másik földcsuszamlást indított el, nem tudom mennyire ismert az a tény, hogy a világot, amikor kategorizáljuk jogrendszerek szempontjából, akkor két nagy uralkodó jogrendszert szoktunk megkülönböztetni. Vannak a kontinentálisok, akiket az ókori rómaiak mérgeztek meg, és egyfajta ilyen kiszámíthatóságban hisznek, magyarul írott jogi normákkal dolgozunk, mindenki megismerheti azt, hogy mit alkalmaznak holnaptól vele szemben, és a bíróságok és egyéb jogalkalmazók tulajdonképpen kicsit ilyen ítélkező automaták, akiknek az a feladatuk, hogy egy adott tényállásra szubszumálják a jogszabályt, tehát megtalálják, hogy melyik jogi norma alkalmazandó, leírta a jogalkotó, hogy ilyenkor mi a megoldás, és nekik ezt ugye egy autoritással felruházva tálalni kell a jogvitában érintettek felé. Míg ugye a másik csoportot az angolok által megfertőzött világrész jelenti, az angol szászok, akik azt mondják, hogy a kontinentálisok nem normálisak, hiszen már 500 évvel ezelőtt is annyira gyorsan változtak az életviszonyok, és annyi újdonság ütötte fel a fejét a társadalomban, hogy egyszerűen lehetetlenség előre látni, hogy mi fog történni holnap, és erre egy írott szabályt alkotni, ezért legyenek ilyen nagyon-nagyon lózungszerű, kicsit ilyen keretrendszert adó szabályok, amelyek közben a félistennek tekintett bírók gyakorlatilag saját szent meggyőződésük alapján eldöntenek jogvitákat. Ez a szembenállás többé-kevésbé papíron ma is létezik, azonban azt látjuk, különösen a polgári jogi felelősség területén, hogy lehet, hogy eltérő eljárási szabályok mentén, lehet, hogy más logikával, de nagyon-nagyon hasonló élethelyzetekre, és ugye ugyanazokra a problémákra, amelyekkel az amerikai, az angol, a német, francia meg a magyar bíró szintén reagálni kell, ők ugyanolyan választ adnak. És gyakorlatilag figyelnek egymásra, soha nem volt ez annyira kurrens, hogy egy egyébként nemzeti határok között elképzelt jogrendszer, mondjuk egy magyar jogrendszerben tevékenykedő bíró, legyen figyelemmel egy francia vagy egy német bíróság gyakorlatára, hiszen szerencsétlen nagyon sokszor elsőként találkozik ezzel az üggyel. Mondjuk nem irigylem azokat a bírókat, akik mondjuk először fognak most a biometrikus azonosítóval kapcsolatos ilyen privát szféra sérelmére alapított perekkel találkozni, hiszen itt Magyarországon ennek nulla gyakorlata van, és ő nyilván kitekint külföldre, megpróbálja megvizsgálni, hogy azokban a társadalmakban, ahol hamarabb a jogalkalmazó elé vitték ezt a problémát, ott a bíróság milyen attitűdformálást próbált elérni. Ez egyébként egy ilyen
Nagyon érdekes, mondhatjuk azt is, hogy spontán globalizálódást is jelent a polgári jogi felelősség világában, és közel sem vagyunk már annyira messze egymástól, mint amennyire voltunk mondjuk 30 évvel ezelőtt. A doktrinák történeti fejlődésében én nem akarok belemenni, pusztán egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni. Nagyon fontos a polgári jogi felelősség rendszerében az, hogy mi soha nem akartunk büntetni, soha nem represszív szándékkal alkalmaztunk jogkövetkezményeket, hanem ugye a plasztikus példa, hogy a büntetőjog megtalálja az elkövetőt, és én ezen mindig nevetek polgári jogászként, de hát azért, mert egy szkeptikus emberről van szó, megpróbáljuk őt jobbá tenni, aztán visszaengedjük a társadalomba. Nyilván az én felfogásom, legjobb barátom a büntetőjogi tanszék vezetője, ő remélem nem nézi ezt az előadást, vagy ha igen, akkor úgy is tudja, hogy mi a véleményem az ő tudomány területéről. Ugye bezárjuk az embereket a büntetés végrehajtási intézetbe, ott az a rengeteg tudás összeadódik, és egy sokkal szofisztikáltabb bűnöző kerül ki a másik oldalon. Én ebben nem hiszek, de a büntetőjog kétségtelenül az elkövetőt helyezi a reakciónak a középpontjába. A polgári jogot a jogsértő igazából nem érdekli. Számunkra ő majd az, aki megnyitja a pénztárcáját a végén, mi a szerencsétlen sérelmet szenvedett félre, a károsultra koncentrálunk, és azt akarjuk, hogy őt ugyanabba a szituációba visszapakoljuk, mint amiben a jogsértés előtt volt, ezt hogyan érjük el, úgyhogy adunk neki pénzt. Ezt a pénzt pedig a jogsértő fogja majd ugye kifizetni. Ahogy mondtam, a pénz boldogít, ha a kart nem is tud belőle vásárolni, bár egyes piacokon ugye erre is van lehetőség, Ázsiában, akkor vásárol magának mondjuk egy háztartási kisegítőt, aki felszedi helyette a leesett TV-távirányítót. És ugye ebből a kártérítési összegből ezt ő meg tudja tenni. Ez a fajta kompenzáció, illetve reparáció volt az, ami mindig is vezérelte a polgári jogot, viszont az látható, hogy a 21. században ettől is kezdünk eltávolodni. Sokkal inkább egy kockázatelosztó szemlélet lett úrrá, és nem azt mondom, hogy ez a bíróságok által indukált új funkció, sokkal inkább ez a társadalom tagjai által egy szimpatikusnak tartott elképzelés. Nem felelősöket keresünk, és nem azt mondjuk, hogy valakinek ugye a normasértés következtében beáll a felelőssége, és ezért kártérítést kell fizetnie, hanem azt nézzük meg, hogy ezeket a társadalmi együttélésből szükségképpen előálló súrlódásokat, mondjuk kockázatokat, melyik szereplő, melyik oldal tudta volna hatékonyabban megelőzni, és kinek az érdekkörébe kell, hogy essen ennek a kockázatnak a bekövetkezése, így értelemszerűen rá fogjuk telepíteni a károkozásnak a kockázatát, ő lesz az, aki fizet. Ez nagyon régóta jelen van egyébként a polgári jogban, csak marginális területeken. Zsuzsa említette a veszélyes üzemi felelősséget, ha valaki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, akkor az ebből eredő károkért ő attól függetlenül fog felelni, hogy vétkes volt-e. Ugye a polgári jognak van egy sajátos vétkességi koncepciója, ebben nem mennék most bele, de elvileg a vétlen károkozásokat normál esetben nem szankcionáljuk, csak nagyon különleges helyzetekben, ahol azt mondom, hogy vezetem az autót, ez egy ember alkotta masina, és a legnagyobb gondosságom ellenére is képes vagyok ugye kárt okozni másnak, mert egy kő felpattan, beveri a szélvédőmet, elveszítem az uralmat a gépjármű felett, pedig én a leggondosabb vezető vagyok, aki tökéletes műszaki állapotú gépjárművet vezettem, minden kresszabályt betartottam, ez amúgy lehetetlen. Én voltam ugye a jó és gondos családapa a római jogból, de ezzel a kővel nem számolhattam. Ennek ellenére én vagyok az, aki meg fogja fizetni ugye a kártérítési összeget, mert az én érdekemben működik ez a veszélyes üzem, a gépjármű, engem szolgált, ergo ezek a kivéthetetlen kockázatok és annak következményei engem kell, hogy terheljenek. Gyakorlatilag ezen a gondolatmeneten elindulva azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok olyan felelősségi jogi helyzetben, ahol egyébként vétkességi alapúnak kellene lennie jogszabály szerint a felelősségnek, mind a társadalom tagjai, mind a bíróságok ebben a kockázatelosztó szerepkörben gondolkoznak. Az egyik legjobb példa erre mondjuk a szerződések joga, az egy nagyon könnyű szituáció, mert ott ugye ismerem a potenciális károkozót, én szerződést kötök vele, ő azt ígéri, hogy leszállítja nekem a 10 000 darab számítógép vagy mobiltelefon kijelzőt X határidőre, aztán nem sikerül teljesíteni a szerződést ugye a megkötött feltételekkel, akkor nyilván én kártérítési igényen lépek fel vele szemben. Ezeket a kockázatokat, hogy mi akadályozza őt meg abban,
hogy határidőben teljesítsen, előre ismerjük, és ezeket el tudjuk osztani a szerződésben, hogy a munkavállalók betegségei, a kormányzati intézkedések, mondjuk export-import tilalmak, ezeket most az eladó vagy pedig a vevő fogja viselni. Ezek egyre inkább begyűrűznek egyébként a társadalmunkba. És végezetül két nagyon-nagyon, mondjuk azt, hogy uralkodónak tekinthető teória, amelyek egymással versengenek, hogy megoldják ezt a dilemmát, hogy a polgári jogi felelősségnek mi is a funkciója. Az egyik a közgazdaságtani megközelítés. Nekem a húgom közgazdász, és büszkén el szoktam mindig mondani, hogy szerintem én képes vagyok mindenkit tanítani a világon, kivéve a húgomat. Ő 5 évvel fiatalabb nálam, és amikor közgazdász tanulmányai közben jogi tárgyai voltak, akkor állandóan jött hozzám segítségért, és 5 percen belül gyakorlatilag faképnél hagytam, vagy ő engem. Nem tudom, vele képtelen vagyok dealingelni, mindig azt mondom, hogy biztos azért, mert közgazdász, de azóta a GTK-n számos kurzust viszek, és ott úgy néz ki, hogy működik ez a dolog. És ez a közgazdaságtani megközelítés egy nagyon figyelemre méltó elképzelés a polgári jogban. Itt azt mondják, hogy felejtsük el ezt a bosszút generáló felelősség fogalmat, ne azon gondolkozzunk, hogy ki felelős egy negatív eredményért, és neki hogyan és miként kell akkor kompenzálni vagy reparálni a sérelmet szenvedett felett. Menjünk vissza oda, hogy melyik oldalon lehetett volna hatékonyabban, költséghatékonyabban megelőzni ennek a kockázatnak a bekövetkezését. Egy esetet ideírtam a diára, ez nekem nagy kedvencem, ez ugyan nem magyar, egy svájci bíróságnak a döntése, de igazi modell példája ennek a megközelítésnek. Egy paciens egy műtéti beavatkozást követően közismert műtéti kockázat volt, egy átmeneti tudatzavar, ami napokig fennáll. Erre tekintettel az ellátáson átesett betegeket egy külön kórteremben helyezték el, és egyébként a kórteremben ugye egy ilyen intenzív osztályszerű megfigyelést kaptak, magyarul folyamatos videó ellenőrzés alatt álltak. A paciens ennek ellenére kinyitotta a 8. emeleti kórházi ablakot, és kiugrott. Nyilván életét vesztette. Amikor a közeli hozzátartozók az egészségügyi szolgáltatóval szemben polgári pert kezdeményeztek, és ugye kártérítést követeltek a hozzátartozó elvesztéséért, akkor a bíróság abból indult ki, hogy vajon költséghatékonyan kielőzhette volna meg egy ilyen jellegű incidens bekövetkezését. Az, hogy kiugorjon az ablakon a beteg, a felperesek hozzátartozója, azt úgy lehetett volna a bíróság szerint hatékonyan megelőzni, hogyha 24 órában egy, mindegy, hogy ápolónak, őrnek vagy minek nevezzük, de ők ugye őrként azonosították, folyamatosan ott van a kórházi ágya mellett, és gyakorlatilag letöri ezeket a kísérleteket. Kiszámolták, hogy mennyi Svájcban az óradíja egy ilyen őrnek, megnézték, hogy hány ember esik át évente ilyen jellegű beavatkozáson, meddig tart ez a tudatzavaros állapot átlagosan, és kihozták, hogy 1,3 milliárd svájci frankjába kerülne ez az egészségügyi szolgáltatóknak, hogy soha senki ne tudja kinyitni a 9. emeleti ablakot. Ez olyan szinten gazdaságtalan egy egyetlen ember életének a megmentéséért, hogy a bíróság elutasította a kereseti kérelmet. Ez nyilván egy nagyon abszurd eset, de talán jól példázza a költséghatékonyságnak az eszméjét. A másik megközelítés ennél sokkal emberbarátabb, ez a civil recourse mozgalom, ami egyébként a magyar bíróságokon is talán úgy néz ki, hogy az uralkodóbb álláspont. Ők azt mondják, hogy továbbra is próbáljunk meg megmaradni a polgári jog keretei között, magyarul egy relatív jogviszonyt vizsgálunk. Ebben a relatív jogviszonyban két szereplőnk van, ugye az igényérvényesítő fél, illetve az alperes, és kettőjük konfliktusát kellene valamilyen módon feloldanunk, viszont amikor ezt teszi a bíróság, akkor mindenképpen legyen figyelemmel arra, hogy az ő egyedi ügyben hozott határozatainak kihatása lesz a társadalom hasonló viszonyaira, és adott esetben attitűdöt tud formálni. Ezért az ítélet indokolásában ne relativizálja teljes mértékben a döntését a két félnek a vagyon és személyi viszonyaira, hanem egy globálisabb perspektívában helyezze el, és próbálkozzon meg azzal, hogy ő ezt a fajta jövőbelátást felelősséggel végzi. Nyilván egy bírósági rendszerben mindig van lehetőség jogorvoslatra, tehát a civil recourse mozgalom szerint azok az úttörő törekvések válnak majd valamilyen módon uralkodóvá a jövőben, amelyeket egy fellebbezés folytán indult másodfokú eljárásban szintén helyben fog hagyni majd a másodfokú bírói fórum.
Ez egy gondolatébresztő előadás lett volna, nyilván napokig lehet beszélni arról, hogy a kockázattelepítés hogyan működik a polgári jogban, de én azért is hálás vagyok, hogy ezt kibírták és meghallgattak engem, és talán most már nem annyira félelmetes, amikor meghallják a felelősség kifejezést. Köszönöm szépen!